egy igen rövid kertúra lesz, de végre megjelentek itt is a hóvirágok. Ugye a hó, és szépen terjeszkednek itt. Egyébként három darabot ültettem egy pár éve, és szépen terjeszkedik itt. Ugye érdemes hagyni, elszórni a magját, és magról is tud szaporodni, de tőről is, ugye a fiók hagymákkal is szépen szaporodik. Úgyhogy gyönyörű, ugye, sokan hogy sokan kérdezték, hogy előjön-e a vastag Komposztáról, hát elő, itt vannak. Most olyan jó idő van, hogy akinek van kis üvegháza vagy télikert, az mindenképpen nyissa ki az ajtaját, hagy szellőzzön. Én is itt egy kis kereszt húzatot tartok, ugye nem tud besütni a nap, nem tudja megégetni a növények levelét, de szépen át tud szellőzni. Jó, 12 fok van még itt is egy kis meglepetésért, hogy ezt tavaly vettem ezt a mimózát, ugye nem mertem kiújtatni, ezért nem igazán télálló, és itt a téli kert végében volt, és igazából el is felejtkeztem róla, és megajándékozott egy kis virágzással, úgyhogy nagyon örülök neki, hát ő nem igazán a mi éghajlatunkra való, hogy ezt mindig mondom, hogy a megfelelő növényt a megfelelő helyre, de azért néha el lehet csábolni egy ilyenért, de ehhez az kell, hogy egy hűvös, világos helyen lehessen teleltetni, vagy ha egyre enyhébbek lesznek a talak, akkor elképzelhető, hogy kiültethető, de azért most is még jövő és mínusz 6-7 fokot mond, és hogy ezt nem merném kiültetni. És itt megnéztem éppen az agapantuszokat, most már elég szárazak, és egy picikét megöntözöm őket, de csak éppen, hogy, hogy ne induljanak be nagyon, csak, csak ezek az örök zöld típusok azért ne száradjanak ki. És akkor még egy szuper meglepetés, itt a Cimbidium orhideámnál elkezdtek jönni a bimbók, ugye nekik kell a itt is látszik egy gyönyörű bimbó kezdemény, sőt, hát itt van egy csomó, és ez gyönyörűen virágozni fog, de neki kell a hideg hatás, tehát itt a 7-8 fokon volt egész télen, és ez indukálja a virágképződését. Nyáron pedig kiszoktam tenni a kertbe, tehát azt is bírja, ilyen szortvénybe vagy a teraszra, de semmiképpen ne tűzönapra, de ugye ez nem egyezik meg a faranopsis a lepkorhide a tartásával, mert az trópusi, tehát ő neki kell a olyan 17-8 fok fölötti és 20 fok körüli, az a legjobb hőmérséklet neki. De a cimbédiónak kell a hideg hatás. És készülődik a kedvenc hunyorom is itt hátra a szilvafa tövében. Szépen hozza a bimboit. Ezeket a mínusz pár fokokat kibírja. Remélem nem lesz mínusz 5-6-nál több, mert akkor azért bimbok megfagyhatnak. És egyébként a látogatható magánkertek oldalunkon van egy hunyorkert nagyon sok hunyorféleség van, úgyhogy hamarosan fönn lesz az időpont, hogy mikor lehet hozzá Zsuzsához menni látogatóba, úgyhogy figyeljétek, majd a külön szólok még természetesen. Úgyhogy most a hóvirág nyílik, az Erika nyílik, és a téli kertben a gyönyörű kis mimóza. A többiek azért éppen, hogy csak éledeznek még. És majdnem elfelejtettem még a kis rövid kertúrából, ezt a Viburno Bodna tenzét, ez a kikeleti bangitán, már most virágzik, és hát azért se lehet elmenni mellette, mert már végre egy kis színt hozott a szürkeségbe, és egy jó két-három méterről hihetetlen illatot áraszt, ilyen parfümös, balzsamos illat, ki vagyunk már éhezve erre ilyenkor, úgyhogy nagyon jó esik a virágát is nézni, és a, a, az illatát. Érezni, és hát ami még csoda benne, hogy nagyon-nagyon szép az őszi lomszíne is, tehát nem csak ez a nagyon-nagyon koratavaszi, vagy hát későtéli virágzással fődísze, hanem az őszi lomszíne is, és elég jó szárasságtűrő is, és tényleg az illat, az hihetetlen.